mennyire elégedett a látottakkal annak tükrében, hogy a meccs előtt biztossá vált, hogy mi már a saját kezünkben van a sorsunk, ami a négybe jutást illeti. Igazából a győzelem számít ilyenkor csak, ha rossz játékkal is, de ilyenkor mindenképpen nyerni kell. Ma nem is játszottunk, teljesen rosszul csináltunk azért több hibát, főleg elméleti hibákat, de én azt gondolom, hogy semmi nem számít, csak az, hogy az UVS elleni meccset megnyerjük, és akkor onnantól már nem rossz a helyzet. Látható volt a csapattagjaim valamiféle extra nyomás annak következtében, hogy nyert a Honvéd a Debrecenben? A csapat nagy része nem tudta az eredményt. Mi a teendő most az Újpesteni meccsig? Még lesz holnap egy edzésünk, és készülünk az Újpest ellen, ami vasárnap 6 órakor lesz. A világért sem szeretnék semmit elkiabálni, de hogyha sikerül az Újpestet megverni, akkor milyen további céljaink lehetnek? Most nagy ilyen szlogeneket kell mondani, először meg kell verni az UVS-ét, tehát ez az első. Nem nagyon gondolkodunk tovább, ez a meccs ugye meghatározó, lehet itt nem szabad se pontot, se pontokat, semmit sem veszíteni. Mi lesz, nyilván nem a Szolnokot akarjuk megvenni, nem a bajnoki címre megyünk. A lehető legjobb játékot szeretnénk az erős csapat ellen nyújtani, erős csapatok ellen is nyújtani. Aztán, hogy az mire lesz elég, azt majd meglátjuk. Gratulálok a győzelemhez, most imént beszéltem a vezetőedzővel, aki azt mondta, hogy a csapat nagy része nem is tudta a mérkőzés előtt a Debrecen Honvéd meccs alakulását. Te hogy voltál ebben? Hát én kértem a többieket, hogy senki ne nézze a nagyon okos telefonját, hogy ez, amelyet gondolkoztunk, hogy mi van a Debrecen Honvéd meccsen, annyival kevesebbet gondolkoztunk volna itt, és hát ez így is kevés volt sokaktól, én azt gondolom, amit itt nyújtottunk. És én láttam, hogy nagyon örömködnek a Laciékot a meccs előtt, úgy sejtettem, hogy jó lehet, de próbáltam kizárni ezt az egészet, és a meccset koncentrálni. Magát a meccset hogy értékeled, hiszen talán néhol nyögvenyelős volt, de hát végeredményben győztünk. Szerintem a csapat kétharmada jól játszott és küzdött. A nyilván a maradék egyharmad is nagyon küzdött, de kicsit sok embernél olyan álmosságot éreztem, és sokszor volt, hogy elmentünk 3-4 góllal, és lezárhattuk volna a meccset, és ott elő helyzeteket hagytunk, és hátul pedig tökéletesen egyéni hibákból gólokat, és ezért lett végig ilyen nyögvenyelős ez a meccs. Ezt simában is nyerhetünk volna, de talán jó, mert nem kényelmesedünk el az Újpest ellen, ami sokkal nehezebb lesz szerintem, mint ez.
meg is előzted a következő kérdésemet, hogy mi várható az Újpest ellen. Hát ők jönnek, nekik nincs tétje ennek a meccsnek, nekünk nagyon nagy tétje van, nagyon nagy nyomás is lehet rajtunk, hogyha ezt nem kezeljük jól mentálisan. Ők szerdán játszottak a Fradival, az idősebbeket pihentették is, tehát ők szerintem egy nagyon komoly ellenállást fognak itt nyújtani. És a tavalyi meccsből kiindulva ugye ott az utolsó negyednek úgy ment, hogy 2-vel vezettek ők, és onnan fordítottunk. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon kemény meccs lesz, és nem lesz sima a javunkra, de hát ne legyen igazam.